Az ország számos települése után a Szekszárdon is elindult a lakossági Lecsere program. Az önkormányzat és a CIEP Kft. Együttműködésének keretében a háztartások ingyenesen lecserélhetik a régi, elavult izzóikat. Az ingyenes lehetőségre a Tolnai Vármegye székhelyről és a környező településekről is lehet jelentkezni. Ismételten szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy augusztus 15-ig van lehetőség a regisztrációra. Az önkormányzat és a CIEB által való összefogás alkalmával. Ez a vállalat, ez a CIEB, ez egy energiaforgalmazó cég, és gyakorlatilag az éves nyereségének X részét vissza kell forgatnia energiahatékony célokra. És gyakorlatilag az idei évben a LED lámpákra esett a választás. A lecsere.hu oldalon a jelentkezésre kattintva néhány perc alatt regisztrálhat bárki, akinek a nevén van villanyszámla. Egy-két adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az otthonunkban található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy egy adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult. Fontos, hogy a regisztráció utolsó oldalán az átvételi helyként Szekszárdot kell bejelölni. Tervezett átvételi időpont az október táján van. Ha valaki regisztrált, a cég azt alaposan átnézi, átvizsgálja, hogy bárki hány égőre jogosult, és gyakorlatilag az önkormányzat a kiadást és az átadást megszervezi, és névre szóló csomagokba fog ez érkezni a traklapon. Először is ide az önkormányzathoz, de az önkormányzat ki fogja szerelni, és mindenkinek név szerinti zacskóba benne lesz az ő neki járó ledégő. A LED izzók használata jelentős csökkenést jelenthet a villanyszámlában, és akár 10 éves élettartamának köszönhetően sokkal kevesebb hulladékot termelhetünk, mint az, aki hagyományos világítást használ. Egy átlagos magyar háztartásban 20 darab égő található, ami a teljes villanyköltség közel egyharmadát jelenti. A programra regisztrálni tehát augusztus 15-ig lehet.